Idei mélypontjára gyengült csütörtök reggel a forint a főbb devizákkal szemben. Egy euró 324 forint 53 fillért ért, de drágult a svájci frank és a dollár is. A május elsőjei szünnap után eséssel nyitottak az európai tőzsdék. Ennek oka, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is halogatja az irányadó kamatszint csökkentését. Ez nem csak Donald Trump amerikai elnöknek okozott csalódást, miután Trump kamatvágásra bíztatta a bankot, de az európai tőzsdék árfolyamait is lefelé húzta. A bőrzék indexei átlagosan 0,6%-os csökkenéssel indultak reggel fél nyolckor, kivéve a brit tőzsdét, amely korábbi mínuszát görgeti tovább. Az ázsiai tőzsdéken nyugalom van, mert a kínai és a japán bőrze ünnepnap miatt még zárva tart.